Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látják, Liszkai Lórán vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Napközis tábor, színes programokkal készültek Bonyhádon. Nyári hőség, hogyan segítsük a madarakat. Csobbanás a nyárba, kézműves programok a Bonyhádi strandon. Táborozás Bonyhádon, angol tábort szerveztek a Városi Könyvtárban. A Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ napközis foglalkozásokkal várja a gyerekeket minden héten keddenként. A táborba meghívott vendégekkel tartanak színes programokat a résztvevőknek. Egy olyan fotót csináltam, 4 darab C van, illetve szó van. 1, 2, 3, 4 darab zöld, majd még egy zöld. Én vagyok a kupakos zöld, és van egy piros. Tehát... Titi-titi-tá-tá. Csináld meg ezt, hogy mutatom. Pesti Pus Adrien elmondta, a napközi újdonságnak számít Bonyhádon. Egy olyan napközivel készült a Művelődési Központ, ami 7 alkalommal kerül megrendezésre. Minden kedden a mai naptól, tehát július 9-től egészen augusztus 27-éig, kivéve az augusztus 20-ai napot, de minden kedden 1 és fél 5 között várjuk a gyerekeket. Gyakorlatilag itt az az újdonság ebben, hogy a nagyszülő, vagy akár a szülő, vagy apuka, vagy mama, papa, tehát bárki bejöhet a gyerekkel, ők díjmentesen vehetnek részt ezen az alkalmon, amúgy pedig egy nagyon csekély összegér foglalkoztatjuk gyakorlatilag őket. Nagyon sok kézműves foglalkozással készülünk, nagymozgásos játékokkal, hogyha kisebbek érkeznek esetleg, akkor szőnyeggel is, vagy azon való játékfoglalkozásokat is tudunk nekik tartani. Mindig egy tematikus témát járunk körbe, tehát most Ariel-ként szerepelek itt a kamerák előtt, mert hogy a mai témánk az az volt, hogy egy mesebirodalomba érkezünk, ahol az Arielt kell kiszabadítani. És attól függetlenül, hogy nem 5-6 évesek vannak, hanem most gyakorlatilag a korhatárnak a tetejével találkozunk, tehát inkább 9-10 évesek, mert hogy 5-től 10 éves gyerekeket várunk. Attól függetlenül szeretnénk, hogyha ők gyerekek maradnának, és elhinnék, hogy ők igenis most jelenleg egy képzetbeli mesebirodalomban vannak. És most... Az még a pláne, hogy minden foglalkozásban, vagy minden alkalommal vannak meghívott vendégeink. Most jelenleg Ferenc Orsolya van nálunk, aki a Récze Tojás zenés műsorával készült, úgyhogy a háttérben őket lehet, vagy őt lehet most hallani. Szerettünk volna a gyerekek részére mindenképpen biztosítani egy programot, viszont azt elmondható, hogy Bonyhádon nagyon jó táborok vannak, tehát az iskolák nagyon felkészültek, a helyi könyvtár is nagyon jó táborokkal készül. Nem szerettünk volna, a múzeum is nagyon jó táborokat szokott tartani, nem szerettünk volna ebbe beleavatkozni, hanem kerestünk egy olyan részt, ahol mi is be tudunk csatlakozni, így hetente egyszer van egy délutánunk, ahová el lehet jönni, és mivel igenis viszonylag problémának nevezhető, hogy a nagyszülőkhöz vannak ugye a gyerekek kiküldetésbe, ezért arra gondoltunk, hogy ők is tudjanak eljönni, hogy legyen egy plusz foglalkozás, ahol akár itt tud maradni, vagy esetleg el is tud menni egy órára, akkor is biztonságos környezetben van, foglalkoztatjuk. Úgyhogy igazából az volt az indítatása, hogy újfajta legyen gyerekeknek, esetleg nagyszülő és szülő is részt tudjon itt venni, és hogy ne bántsuk a már meglévő jó felépített programokat. Hát igazából ugye most gyerekcipőbe járunk, tehát itt az a cél, hogy ez a minden keddenkénti 1 órától fél 5-ig való intervallum, ez így bevésődjön. Tehát a jelenlegi érdeklődés volt, aki jelezte, hogy szeretne eljönni, meg biztosan itt lesz, és mégis sajnos nem tudott eljönni. Igazából ez a 20 fő az a maximum, tehát gyakorlatilag helybe is, meg foglalkozásba, figyelembe is. Igazából ennél több gyerekkel, hogyha jönnek, akkor tudjuk foglalkoztatni, de hogy igazából ez a cél. Úgyhogy a szülők szerintem, hogyha ezt jobban tudatosul, marketinggel azért megpróbáljuk eléggé támogatni, ugye nagyon sok helyen kiplakátoztuk meg, meg nem csak plakátozott, tehát hogy hirdetjük ugye a foglalkozást, tehát reméljük, hogy ez így be fog ivódni itt a helyi és esetleg a környékbeli emberek tudatába, és akkor még többen fognak jönni. Táncoltam, énekeltem és alkottam. Mit alkottál?
Hát alkottam egy távcsőt. És azt hogyan készítetted el? Hát kell hozzá egy WC guriga, és kell hozzá még egy három fehér csík, papírcsík, és bármilyen másik színű csík. Tehát ugyanolyan. Alkottam, csak én nem szeretek táncolni senkinek, ezért nem csináltam itt most semmit, csak rajzoltam és színeztem. Az idei nyáron a hőmérséklet gyakran 35 fok fölé is emelkedett. A hőség nem csak az emberi szervezetre gyakorol nyomást, hanem az élővilágra is, így a madarakat is megviseli a szélsőséges időjárás. A nyári magas hőmérséklet a háztáji madaraknak is gondot okoz, emiatt menedéket, illetve vizes helyeket keresnek maguknak. Mit biztosítsunk számukra annak érdekében, hogy el tudják viselni a forróságot? Kérdésünkre adott választ Tóth István Zsolt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszárdi csoportjának elnöke. Főleg a városban, ahol a nagy panelek vannak és nagy betonterületek vannak, ott nagyon nehezen találnak, vagy egyáltalán tannak nedvességet, ezért jó, hogyha kiteszünk itatókat a madaraknak, és ezt akkor rendszeresen töltöltjük és nézzük a kedves kis madarakat. Mindig az a fontos egy itató kihelyezésénél, hogy fél árnyékos helyen legyen, vagy árnyékos helyen, egy kicsit messze legyen a bokroktól, tehát nyíltabb részen, ahol biztonságban érzi a madár magát, hogy nem támadja meg valami ragadozó, vagy épp a szomszéd macska például. És ezért aztán ilyen szempontból fontos az, hogy is készítjük elő az itatót. Nem szabad nagyon mélynek lenni, csak egy 3-4 centi mélységű víz legyen benne. Ha nagyobb a mélysége, akkor az a gond vele, hogy esetleg a fiatal kis madár, amikor még éppen kiröpült, akkor beleesik, amikor iszik, és ennek következő belefulladhat. Ezért, hogyha kicsit mélyebb a víz benne, akkor mindenképpen egy darab követ, vagy valami kimászó fát bele kell helyezni az itatóba, és ennek következtében akkor azon ki tud menekülni, ki tud mászni, hogyha valami baleset érte. A másik dolog meg az, hogyha mondjuk nagyobb vödör vagy hordó van, ami esővizet tárolunk, azokat takarjuk le hálóval, nehogy itt is a madár, hogyha látja, hogy ott vizes rész van, és inni akar menni oda, akkor beleessen, és ne tudjon belőle kijönni, és ott pusztuljon el. Tehát sose lehet eléggé oda figyelni ezek a dolgokra. Nagyon fontos még az is, hogy rendszeresen takarítsuk is, egy héten kétszer-háromszor szépen kisikáljuk, és utána megint friss vizet töltünk bele. Másik az, hogyha kevés víz van benne, hamar átmelegszik, meg nyilvánvaló, hogy romlik is a vízminősége, ezért napjában kell cserélni benne a vizet, főleg, hogyha a szárazságban még párolgás is csökkenti. Tehát mindig legyen neki friss víz, és reggel kitöltjük, megtöltjük, és akkor reggel jönnek madarak, akkor már friss vizet kaptak. Olyan biztonságos helyre kell tenni, hogy a macskák ne tudjanak oda menni, vagy éppen a nyílt részen a ragadó madár is itt a városokban, és a karvaj bejöhet, és meglátja, hogy ott a népes kis csapat van a itatónál, akkor oda csapat közébük. Nem csak isznak belőle, hanem valamikor fürödnek is benne, láthatunk akár egy verebet is, vagy akár egy fekete rigót, amely szívesen belemegy ezekbe a kis kitett itatókba, és boldogan fürödnek, mert hát hűtik magukat ezzel is. Van még olyan dolog is, amikor azt mondják, hogy tegyünk mellé egy kis tálcába homokot is, hogy porfürdőt is vegyenek, hogy tisztítják ezeket is, ezzel is madarakat. Ennek is se kell mélynek lenni, csak épp egy pár centi. Szitált, finom homok legyen, vagy minél teljesen porszerű, mert akkor tud mindenhova behatolni, és tisztítja a korokozók, vagy ezértől a kis atkáktól, amik a tollak között vannak, vagy elpusztult kis tollmaradványokat is kisipri ilyen szempontból, hogyha ott benn fürdik a madár. Utána megint belemegy az itatóba, és ott letisztítja magát, az biztos, ezért is kell mindig takarítani a vizet, hogy friss és tiszta vizet ihassanak belőle a madarak. Nyilvánvaló az ember ilyenkor azt gondolja, hogy hát mi van, amikor a csatornába összeáll a víz, és a szúnyoglárvák is ott vannak, akkor úszik belőle. Hát igen, abból is lehet inni, de hogyha leestik, akkor legyen tiszta víz nekik, tehát mindenképpen vannak ilyen esetek is. Nyilvánvaló azért is jó, hogyha
rendszeresen cseréljük a vizet benne, mert akkor nem tudnak ott a szúnyogok megjelenni, és szúnyoglárvák fejlődni ezekben a kis itatókban. A kis kerti medencénk van, amiben kis halacskákat tartunk, meg minden. Ott mélyebb a vízszint, azokban, ahogy mint az ember, mikor bemegy a Balatonba, először sekély a víz, ott is biztosítani kell azt a fejt, nem hirtelen mélyüljön. Hanem oda bele kell tenni kis kavicsokat, vagy menetelesen be lehessen mászni, és így úgy ki tudjon menekülni, meg hát beülő köveket tenni, aminek ki, nagyobb lapos követ, aminek a teteje kín van, és arra ki tud ülni a madár, ott is tudja szárítkozni, vagy lerázza magáról a vizet, amit ha megfürdött. És így hát akkor sok boldogságot jelent az embernek, hogy ezeket a madarakat ott láthatja a házunk közelébe, és oda szoktatjuk. És az fontos, hogyha egyszer elkezdtük, akkor azt az egész őszig, amíg nem lesznek a csapadékos idők, addig végezzük is, épp úgy, mint a téli etetést is. Tehát folyamatosan, állandóan vizet tegyünk ki nekik frisset, hogyha úgy gondoljuk, hogy most a madarakat itatni fogjuk. Hát az erdei madarak a patakokban van azért víz, én tegnap kinyártam Váralján, és szépen folydogál a patak, és ilyen szempontból ők megtalálják a vizet ott kint. Nem olyan helyzet, mint ahogy az emberi városi környezet szokott madarak, ahol nem találják ezt meg, ezért azokra annyi gond nincsen, ott megtalálják mindenképpen a vizet maguknak. Első alkalommal szervezett kézműves foglalkozásokat a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ. A városi strand adott helyet az eseménynek. Csobbanás a nyárba. Ezzel a címmel indították el azt a kezdeményezést a Bonyhádi Művelődési Ház dolgozói, melynek kapcsán szórakoztató játékokkal, kézműves feladatokkal várták a gyerekeket a városi termálfürdőben. Arra gondoltunk, hogy minél több gyerekközeli, családközeli programmal készüljünk az idei nyárra, úgyhogy a nyári napközi után, ami tegnap előtt volt, itt a nyáron folytattuk a délutáni kézműveskedés meg játszást a gyerekekkel. A csobbanás a nyárban az gyakorlatilag azt jelenti, hogy eljövünk ide a strandra, és megpróbálunk ugye belecsobbanni mi is ebbe a jó időbe, ebbe a pezsgésbe, ami szerintem azért Bonyhádon itt a strand környékén ez eléggé jellemző. Kézműves foglalkozásokkal készültünk itt is, ahogy a nyári napköziben, valamint ilyen kinti játékokat hoztunk. Itt is nagyon fontos számunkra az újrahasznosított dolgoknak a felhasználása a környezetvédelmi szempontból. Valamint, ami nagyon tetszik még a gyerekeknek, ez a horgászás. Tényleg itt a 2 évestől a 10-11 évesekig jönnek és horgásznak itt ebben a nagy melegben. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy gyakorlatilag ez egy újfajta kis színfolt, és szeretnénk megtartani majd ezt a szokásunkat is, és minél többször eljönni a strandra. Augusztusban szintén majd 2 nap, 2 délután fogunk ide érkezni. Üvegcsébe lehet készíteni, homokkal van feltöltve, kagyló van benne, és ilyen kis hajót lehet beletenni. Itt is használjuk ezeket a nyári színeket, ugye ez a kék, fehér, a csíkos dolgok, ugye ami ilyenkor nagyon trendi, meg vidám. Lehet kalózhajót készíteni, ott az alapanyag az a parafodugó, tehát ott is ilyen újrahasznosítás történik. Valamint itt is távcsövet készítünk, ami szintén ezekhez a vizes témákhoz idomulunk. Ezen kívül ilyen vizes színezőink vannak, és ami itt nagyon tetszik a gyerekeknek, ez majdhogy nem ilyen belépő ide hozzánk, persze ingyenes egyébként ez a foglalkozás a strand területén. Akvarelképeket készítünk, tehát vízfestéket használunk ebben az esetben. Van egy alap tematika, egy ilyen vizes nyári kép készítése, ezeket pedig egy ilyen kiállításon mutatjuk be, amit majd amikor lejár a programunk, akkor tudnak majd a gyerekek elvinni, és itt is 3 éves kortól 10-11-12 éves korig látogatnak minket. Az érdeklődés az ilyen hullámokba tör ránk, tehát amikor megjövünk, akkor így
újak vagyunk a telepen, vagy nem annyira, ugye ez eddig nem volt szokás, úgyhogy egyelőre így néznek, hogy mit lehet itt csinálni, és akkor ide jönnek, megkérdezik, elmennek fürödni, és visszajönnek, tehát hogy azt tapasztaljuk, hogyha elsőre nem is rohamoznak meg minket, de fölmérik a terepet, és visszajönnek a gyerekekkel. A tegnapi napon egy ilyen, az volt a hullám része, hogy ilyen 3:30-4 után, 4 óra, tehát tudja, hogy az emberek jobban végeznek a munkába, azért lejönnek az emberek. Nagyon-nagyon sokan voltunk, úgyhogy ez a 4 órás időszak, tehát pont sajnos így a vége felé, akkor van egy ilyen nagyobb mozdulás, de tényleg folyamatosan látogatnak bennünket. Amikor még 2011-12, amikor nyitott a strand, akkor volt a művelődési háznak egy ilyen strandnyitó foglalkozásait, vagy hát akkor ugye műsorszámok is voltak, akkor kézműveskedtünk itt utoljára, úgyhogy arra gondoltunk, hogy így ez egy ilyen klassz újfajta élmény lehet azoknak, akik a strandra járnak. Egyébként azt szeretném elmondani, hogy a fürdő és a Bonikom is nagyon-nagyon pozitívan állt hozzá, ők is ugyanúgy hirdették ezt a Csobbanás a nyárban programunkat, és nagyon kedvesen, nagyon segítőkészen fogadtak bennünket, és egyébként ők amúgy is nagyon sok, főleg a Bonikom nagyon sok rendezvényünket támogatja, segít nekünk, úgyhogy ez egyfajta ilyen kölcsönös jó együttműködés, vagy egy ilyen kicsit ilyen hála is, hogy akkor itt mi csinálunk valami programot. Pestipus Adrián reméli, jövőre is hasonló színes szórakoztató játékokat szervezhetnek a gyerkőcöknek. Második alkalommal rendeztek angol tábort a Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban a Könyvkultúra Egyesület közreműködésével. A nyári órákon a gyerekek interaktív feladatok által mélyültek el az angol nyelv rejtelmeibe. Tanulás fontosságát helyezték előtérbe a szervezők. A feladatokat tematikus sorrendbe állították össze, amelyek kapcsolódnak az iskolai tananyaghoz. A táborban 5 napon át foglalkoznak a gyerekekkel játékos formában. A diákok a gyümölcsökkel, a közlekedéssel, időjárással, utazással, illetve az Egyesült Királyságról tanulhattak. A délelőtt folyamán szavakat sajátítottak el, énekekkel, tánccal, ügyességi feladványokkal. A gyümölcsök neveit pedig egy sorversennyel találták ki. Délután szabadidős tevékenység volt, amelyen kézműves foglalkozásokon vehettek részt, azon kívül filmezhettek. Hát, máma kahutoztunk, az egy játék, tablett és telefonoztunk, szavakat átismételtük, játszottunk egy csomót, nagyjából ugyanígy. Nagyon jó, ez a tábor egész héten nagyon jó volt, tökre kedvesek az emberek is, nagyon jókat tanulunk is. Szeretek angolul tanulni. És miért szereted az angolt? Azért, mert nem olyan nehéz. És mit csináltatok ma? Telefonos játékot játszottunk, és még Pifufkába jöztünk, az egy játék, amit itt lehet játszani, és még sorverseny is volt, és ennyi. Játszottunk ma a telefonon, és Pif-Pufká bolyoztunk, és átismételtük a szavakat, gyümölcsöket, járműveket,
házakat, strawberry, banana, peach, raspberry, apartment building, cottage, stilt house. Ismételtünk szavakat, több szavat ismételtünk, amit az első napon, második napon csináltunk, és még sokat játszottunk, nemrég voltunk kint itt a könyvtár előtt. Nagyon jó volt ez a hét, és tök jól éreztem magam, és nagyon sok új szavat tanultunk. Szeretek angolozni. Szeretek angol tanulni, nem nehezek a szavak. Hát én egyszer szeretnék kimenni Angliába, aztán mindent ott kipróbálni, megnézni milyen. Úgy ennyi. Miért tetszik az angol nyelv? Hát könnyű. Meg a suliben lehetett angolt vagy németet, és én inkább az angolt választottam, meg az a világnyelv, azt beszélik a legtöbben. Úgy ezért. Kedves nézőink, Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!